Üdvözöllek, Dújai Szabolcs Zoárd! Ebben a mai videóban a legjobb B-vitamin forrásokról lesz szó, de először nézzük meg, miért is fontosak a B-vitaminok, és hogy miért kell odafigyelni a tudatos pótlásukra. A B-vitaminokat a testünk szinte minden folyamatban használja, de a legfontosabb szerepük talán az anyagcserében és a hormonok működésében van. A cukor, a szénhidrátok és az alkohol is rengeteg B-vitamint használ el a testedben, tehát cukorbetegség esetén oda kell a bevitelére figyelni, de akkor is, ha tudod magadról, hogy jóval több szénhidrátot viszel be, mint kellene. A B-vitaminok szintje lecsökken abban az esetben is, ha valamiért lecsökken a hasznos bélbaktériumok száma, mivel a bélbaktériumok is rengeteg B-vitamint állítanak elő. Ugye, ha teljesen kizárod a gabona ételeket a táplálkozásodból, akkor jelentősen lecsökken a B-vitamin bevitelet is, mivel a gabonáknak ugye magas a B-vitamin tartalma, tehát ebben az esetben is oda kell figyelni a B-vitaminra. A B-vitaminokat a legjobb egyben bevenni, tehát minél több fajtát egyszerre, azaz nem annyira jó csak mondjuk B1-et, vagy mondjuk csak B6-ot szedni önmagában. A természetben egyébként a B-vitaminnak több mint 25 fajtája van, ezért én nem tartom annyira jónak mesterséges B-vitamin készítményekkel pótolni a B-vitamint, mert azok a legtöbb esetben is csak 7-8 fajtát tartalmaznak. Ha pedig csak egyfajta B-vitaminra van szükséged, mondjuk adott betegség miatt, akkor persze abból vigyél be többet, mondjuk étrendkiegészítővel, de mindig egyél mellette olyan ételt, vagy szedjél olyan étrendkiegészítőt, amiben benne van a többi B-vitamin fajta is. Nézzük meg először a legjobb B-komplex forrásokat, tehát amelyekben jelen van többfajta B-vitamin, majd a videó végén megnézzük, hogy az egyes fontosabb B-vitamin fajtáknál melyik a három legjobb forrás. Az első nagyon jó B-vitamin forrás, amit én is szedek rendszeresen, az a sörélesztő. A sörélesztő előnye, hogy sokféleképpen lehet fogyasztani, akár el is lehet rágcsálni, mivel jó az íze, illetve van például sörélesztő pehe is, amit mondjuk ugye a salátákra szórhatsz rá. Általában tabletta formában kapható, ritkán kapszulázzák, és ami még fontos tudnivaló, hogy B12 vitamin az alapból nincsen benne. Viszont a sok B-vitaminon túl vannak benne aminosavak és ásványanyagok is, illetve szelén és króm. A sörélesztő esetén az is fontos, hogy GMO-mentes legyen, mert ha nem az, akkor nagy valószínűséggel valamilyen GMO-s növényből, cukorból állították elő. A második a belső szerveket tartalmazó ételek, mint a máj vagy a vese. A marhamájban, a csirkemájban van sok B-vitamin, tehát ha pótolni akarod a B-vitaminokat, egyél legalább heti rendszerességgel belőlük. A harmadik a friss, tiszta méhpempő. A méhpempőnek az az előnye, hogyha például lenyelés előtt a szádban tartott 2-3 percig, akkor azonnal egyből felszívódik a szárnyálkohály átjáján, tehát gyorsan bejuthatod a B-vitaminokat a véráramba. Emellett pedig a méhpempő sok más olyan anyagot is tartalmaz, például acetilkolint, amelyek az agyban lévő folyamatokat ugye erősítik. Illetve ha hormonokkal kapcsolatos problémára szeded a B-vitamint, akkor is jó választás a méhpempő, mert az egyik legjobb hormon kiegyensúlyozó anyag a természetben. A negyedik nagyon jó B-vitamin forrást a halételek jelentik, a legjobb halételek a lazac, a szardinia, a tonhal és a makréla. Az ötödik forrás, amiből beviheted a B-vitaminokat, a magvak, főként a napraforgó mag tartalmaz sok B-vitamint, de ott van még a mandula és a makadámia dió is, tehát érdemes rendszeresen magvakat rágcsálni, ha B-vitamint szeretnél pótolni. A magvak előnye, hogy nincs intenzív ízük, tehát akár minden nap rendszeresen lehet őket enni, azaz könnyű velük pótolni a B-vitaminokat. A hatodik a zöld színű zöldségek, mint például a bordáskel, a spenót, a római saláta, a mángold. Készíts például zöldleveles zöldségekből salátát és szórj rá sörélesztőpályhát, ez egy nagyon magas B-komplex tartalmú ebéd vagy vacsora, illetve
Itt említeném még meg a zöldek közül az avokádot is, ami ugyancsak jó B-vitamin forrás és könnyen fogyasztható naponta rendszeresen. A hetedik a gocsi bogyó, amiből inkább a gyümölcslevet választ, és ne a szárított bogyót. A gocsi bogyó B-vitaminokon túl nagyon jó karotinoid és C-vitamin forrás is egyben, illetve vannak benne olyan flavonoidok, mint a kvercetin, a kenferol, a miricetin, hesperidin és a rutin. A nyolcadik a tojás, mely a B-vitaminokon túl tartalmaz ugye fehérjéket és karotinoidokat is, illetve az egyik legjobb zsírforrás, amit ugye sokoldalúan használhatunk. A tojás előnye, hogy külsőleg is lehet alkalmazni, ugye például hajpakolásokba vagy arcmaszkokba. A kilencedik nagyon jó B-vitamin forrása a virágpor, a természet talán első számú biomultivitaminja. Napi 1-2 kanál virágporral az egész napi B-vitamin szükségletedet tudod pótolni. A B-vitaminokon kívül tartalmaz rengeteg flavonoidot, ásványanyagokat, nyomelemeket és enzimeket, melyek ugye az emésztés hatékonyságát javítják. A tizedik és egyben utolsó javaslatom a B-komplex vitaminok pótlásához a marhahús. Fontos, hogy tiszta forrásban legyen és olyan állattól származon, amelyet zöldfűvel etettek és nem gabonával. Például keresd a hazai szürke marhahúsokat, sokkal jobb, mint a nagyüzemi tömegtermelésből származó húsok. Most pedig nézzük meg, hogy a legfőbb B-vitaminok közül melyik a három legjobb forrás. A B1 vitamin három legjobb forrása a sörélesztő, a spirulina alga és a napraforgó mag, a B2 legjobb forrásai a májételek, a spirulina alga és a fetasajt, a B3 vitaminban a legtöbb a szárnyas húsokban, a tonhalban és a májételekben van, a pantoténsavból vagy B5 vitaminből a legtöbb a méhpempőben, a májban és az avokádóban van, a B6-ból a három kiemelten jó forrás a pulykamell, a marhahús és a pisztácia, a biotinból vagy B7 vitaminból a legtöbb a májételekben, a tojásban és a sörélesztőben van, a folsavból vagy B9 vitaminból a marhamáj, a spenót és a spárga tartalmazza a legtöbbet, és a B12 vitamint a leghatékonyabban a marhamájjal, a kagylóételekkel és a makrélával lehet pótolni. Végezetül még egyszer összefoglalva az én véleményemet a 10 legjobb B-vitamin forrásról, a sörélesztő, a májételek, a méhpempő, a halételek, a magvak, a zöld színű zöldségek, a goji bogyó, a tojás, a virágpor és a marhahús. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam vele neked segíteni. Ha keresel valamilyen terméket, jobb oldalt felül megtalálod a webshopom linkjét, nézz körbe ott is. Ha vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, és ha értesülni akarsz a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!